orvok cselén törbe estünk, s vérzik bár a lelkünk, testünk, föl a szívvel, magyarok, föl a szívvel, föl a fejjel. Lampért Géza Nem lehet című verséből idézve kezdte meg ünnepi beszédét Filó Tamás történelemtanár az október 6-ai megemlékezésen Bonyhádon. A hagyományoktól eltérően a rossz idő miatt idén a Vörösmarty Mihály Művelődési Ház aulájában tartották meg a Nemzeti Gyásznapot. A 13 Aradon kivégzett honvédtiszt, a Pesten főbelőtt Battyányi és mindazok, akik a szabadságharc bukását követő megtorlás során váltak áldozatokká, vértanúi a hazának. Meghaltak az igazságért, melyet a forradalom követelt. Meghaltak a hitükért, melyet a magyarságba vetettek. Meghaltak mindazért, ami összetartotta és összetartja nemzetünket. A történelem tanár beszédében azt is hangsúlyozta, hogy ezen a napon minden vértanú előtt fejet hajt az ország, akik hitükről, életük feláldozásával tettek tanúbizonyságot. Szabó Péter Paks polgármestere is lerótta tiszteletét az aradi vértanúk előtt. Bár a koszorúzást sikerült szabad téren megtartani, a megemlékezést a Városháza földszinti nagytermében rendezték meg. A település első embere ünnepi beszédében elmondta, hiszi, hogy ma különösen fontos elgondolkodni azon, hogy mit üzen a 13 aradi vértanú ünnepe. Az aradi 13 példája mindörökre felkiáltó jel marad abban is, hogy az ember szabadsága nem külsőségekben, az emberi normákkal szembe menő cselekedetekben teljesedik ki, hanem azokban a döntésekben és cselekedetekben, melyek példát adnak méltóságról, igaz, tiszta emberi értékekről. A dombóvári emlékműnél koszorúkkal és mécsesekkel rótták le tiszteletüket a város és intézményvezetők, valamint a település egyesületei. A kulturális műsorra a Művelődési Házban került sor. A Szent Orsolya Bencés Iskola Központ diákjai és tanárai előadásukkal idézték fel az 1849-ben történteket. Ez egy olyan példátlan történelmi esemény volt, ami addig a világtörténelemben nem fordult elő, hogy ilyenfajta megtorlást alkalmazzanak egy elbukott harc után. És hát igyekeztünk ezzel a műsorral pedagógusként is úgy megünnepelni, hogy ennek a lényeg átjöjjön rajta, hogy ez egy ilyen szomorú, lassú elgondolkozásra késztető ünnep. Az aradi vértanúkra való emlékezés 1869-ig csak titokban történhetett. A kiegyezés után azonban október 6-a országos gyásznappá vált.